Én jobb levegő van. Igen. Mondtál egy imád, és szívedből jött az. A magyar e világon cserben sosem hagy. Egy feladat van számodra e világon. Magyarnak maradni mindig, minden áron. Ki tudja, merre visszavégzel.
Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok mindenkinek. Mint mindannyiszor, most is nagyon örülök, hogy eljöttek ide, és ezt köszönöm szépen. Valahányszor emlékezni jövünk ide, mindig eluralkodik rajtam egy érzés. Egy érzés, mely bennem, bennünk van, csak ilyenkor felszínre kerül, és felerősödik. S bizonyára egyetértenek velem, amikor azt mondom, nehéz a szóban elmondani, amit az ember ilyenkor érez. És felmerülhet a kérdés. Érdemes beszélni arról, mit jelent magyarnak lenni? Mit jelent számunkra a hazaszeretet? Nehéz ezt elmagyarázni, mert hisz, mi értelme van az anyaságnak? Mi értelme van a hitnek, a szerelemnek, az életösztönnek? Ezek nem rációval megközelíthető dolgok, hiszen nem kiabálja egy anya. Tisztelt Urat, az iskola igazgatónőjét és pedagógusait, a környező falvak polgármestereit, és minden kedves jelenlévőt, aki a mai rohanó világban időt szakított arra, hogy eljöjjön emlékezni. Emlékezni az aradi 13 vértanúra, akik bátorságukkal örökre beírták nevüket a történelembe. A szabadságharc elbukása után a bosszúállás sötét évei következtek. A világosi fegyverletétel után a császári haditörvészék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek. Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések, ezen a napon végezték ki Pesten gróf Batthyán Lajost, első magyar miniszterelnököt. A véres kivégzések a magyar nemzetre, de bátran kijelenthetjük, hogy az európai közvéleményre is sokkolóan hatottak, és előrevetítették az önkényuralom hosszú évtizedeit. Aki figyelemmel kíséri az utóbbi évtized társadalompolitikai változásait, az tanúsíthatja, hogy az aradi vértanú kivégzésének emléke máig kitapintható mély nyomokat hagyott népünk emlékezetében, és évek múltán is élő történelmi hagyományként kezelhetjük. A mai Kárpát-medencei etnikai feszültségekre gondolva példaértékű, és külön kiemelkedő az a tény, hogy tábornokaink több mint fele nem magyar anyanyelvű volt. Ennek ellenére vállalták a lázadás és felségarulás vágyát a magyar szabadság elérésének csekély esélyéért cserébe, és ezért életüket is hajlandók voltak feláldozni. A mostani megemlékezésnek az a feladata, hogy a vértanúk mögött valóságos embereket fedezzünk fel, olyanokat, akik különböztek egymástól, de az ügyért, amit vállaltak, vagy amelybe csak belekényszerültek, emelt fővel meghalni is tudtak. Tettük, bátorságuk, emberségük, kitartásuk példaértékű mindannyiunk számára, és feladatunk ennek megőrzése a jövő nemzedéke számára.
a véres harcok, a legendás győzelmek, a gyászos bukások szolgáljanak tanulságul a mának, a holnapnak és az utánunk jövő nemzedéknek. Adja Isten, hogy az utókor erőt, hitet merítsen, és a hazaszeretet lángja soha ne aludjék ki a magyar szívből. Hisz nem az a nép van legyőzve, amelynek országát veszik el, az a nép van legyőzve, amelynek hitét veszik el. Legyen a mai nap tisztelgés a szabadságharc áldozatai előtt, akik emberi és hazafias magatartásukkal dicsőséget szereztek a magyar nemzetnek. E gondolatokkal emlékezzünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Juhász Gyula, Arad. Arad, örök magyar gyász szép arája, feléd suhan a sóhajunk. Feléd, ki él sötéten és némán az árva maros mentén, mely zúg magyar zenét. A kincses Erdély öléről ered le, és erre tart e bánatos folyó, mély morajában sír Erdély keserbe, mint tárogaton zengő bújdosó. Arad, köszönt a csonka Magyarország, s tört lobogóját lengeti neked, mely fátyolos, mint az októberi est. De még lobog, és égi kezek óvják, sejmére örök, győztes glóriát von a Krisztus jobbján, ama 13. Tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a felkérést, hogy a mai ünnepi megemlékezés szónoka lehetek. Nagy megtiszteltetés ez számomra, melynek örömmel teszek eleget. Emlékezni, tisztelegni, hálát adni és fejet hajtani jöttünk már össze. Teszi ezt minden igaz magyar szerte a földkerekségen, legyen az anyaországbeli, határon túli, nyugat-európai vagy tengeren túli. Az ember és a nemzet élete már csak olyan, hogy egyszer fenn, máskor lenn. A magyar nemzet élete, sorsa, történelme is hasonló. Vannak dicsőséges állomásai, szakaszai, amelyekről pirosbetűs ünnepeink alkalmával emlékezünk meg, de vannak sajnos tragikus állomásai, történései is. Ide tartozik Muhi vagy Mohács, Világos vagy Trianon, és egyértelműen ide tartozik 1849. október 6-a Arad is. Az aradi vértanunkra emlékezünk, de mindenképpen beszélnünk kell azokról az eseményekről is, amelyek elindították népünk küzdelmét, célul tűzve ki a nemzet és az ország függetlenségének kivívását. Tudjuk, hogy az előzmények, melyek politikai gyökerei a 18. század végére nyúlnak vissza, s több évtized kemény politikai és társadalmi csatározásainak köszönhetően elindították a reformtékek mellett szállt síkra a korembere, amelyek az egyén életének pozitív változását, a nemzet szuverenitásának a megalapozását, a szabadság és polgárosodás hőn áhított vágyának beteljesülését jelentette. Mindaz, ami a talpra magyar és világos közt történt, joggal vívta ki az egész világ őszinte elismerését. A forradalmat ugyan vérbe folytották, a forradalom nem bukott el. A forradalmat leverték, vérbe folytották, de nemzetünk odaadásból, szervezésből, irányításból és végrehajtásból jelesre vizsgázott. Sajnos a többszörös túlerővel szemben a végelszámolásnál nem volt esélyünk. Az akkori Európa csendőre az orosz nagyon nagy falatnak bizonyult. Az erkölcsi győzelem azonban vitathatatlanul a miénk lett. 1849. augusztus 13-án, akkor, amikor Görgei tábornok úgy döntött, hogy leteszi a fegyvert,
az oroszok előtt, akkor ebben már benne volt egy kis taktika is. A hadvezetés úgy gondolta, hogy az osztrákok számára megalázó lesz, ha nem nekik, hanem az oroszoknak fogják a honvédek magukat megadni. Bíztak abban, hogy esetleg az oroszok közbenjárásával sikerül esetleg menteni a menthetőt. Az oroszok közbenjárásával nem biztos, hogy majd a golyó vagy a kötél várhat rájuk. Sajnos azonban csalódtak. Néhány napi bizonytalanság után az oroszok mégiscsak átadták a hadvezetés legkiemelkedőbb személyiségeit, a tábornokokat és az ezredeseket az osztrákoknak, akik aradra hurcolták őket, és utána következett a gyalázatos színjáték, a tárgyalás, majd a halálos ítélet. Érdek érvényesítése mellett. Akkor őseink és hőseink fegyverrel a kezükben harcoltak a szabadságért, mert tudták, hogy az ő igazuk győzedelmeskedni fog. Én úgy gondolom, hogy mindnyájunk feladata az, hogy a mai kor társadalmi és politikai eszközével megtegyünk mindent annak érdekében, hogy érdekeinket érvényesíteni tudjuk. És én úgy gondolom, hogy rövidesen eljön megint egy sorsdöntő pillanat a felvidéki magyar nemzetrész életében, amikor politikai eszközökkel ki kell vívni azt, amire szükségünk van. El kell menni, legalább azt a fáradtságot kell venni, hogy el kell menni és véleményt kell nyilvánítani majd novemberben, akkor, amikor megmérettetünk újra, és 4 évre befolyásolhatjuk szűkebb régiónk politikai történéseit. Nem akarja senki tőlünk, hogy fegyverrel kezünkben harcoljunk, de elvárja mindenki tőlünk azt, hogy mondjunk véleményt, hogy tegyük le a voksot annak érdekében, amit nemzetrészünk, a felvidéki magyarság szeretne. Ahogy az imént említettem, a kiegyezést követő évek meghozták a szabadságharc kézzelfogható eredményét, virágzó évek felfelé ívelő pályán haladt nemzetünk sorsa. Tehát volt értelme a szabadságharcnak, volt értelme az aradi vértanúk mártírságának, és minden egyes harcnak és küzdelemnek van értelme. Ez elsősorban 1848 és az aradi vértanúk üzenete az utókor számának, a ma emberének. Nemes célok érdekében a jobbért, igazért és a szabadságért mindig van értelme küzdeni. Igaz, ahogy mondtam, az eredmények nem mindig azonnal mutatkoznak, néha évek, sőt évtizedek telnek el egy-egy pozitív eredmény eléréséig. Hölgyeim és uraim, hajtsunk ma fejet, gondolatban a szabadságharc hősei és az aradi vértanúk emléke előtt. De emeljük fel tekintetünket büszke néphez méltón, bátran vállalva sorsot és megpróbáltatást, vállalva önmagunkat és magyarságunkat, a küzdelmet és az életet a jövő érdekében. Igen, hittel és helytállással kell vállalnunk magyarságunkat, születésünktől az elmúlásig, bölcsőtől a koporsóig, vállalva a küzdelmet, a harcot, a szebbért, a jobbért, az igazért és a szabadságért, egy szóval magyarságunkért. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Értem jó Istenemet,
adjál szállást. Már meguntam a járkálást, a járkálást, a bújdosást, az idegen földön lakást. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzám szent angyalát, bátorítsa szívünk álmát. Adjon Isten jó éjszakát, bátorítsa szívünk álmát. Adjon Isten jó éjszakát. Hogy magyarok vagytok. Ó, hazaszeretet! Ki vagy te? Mi vagy te? Hogy néha milliók megváltója vagy te. Hogy néha imádság, életre halálra hívó riadó vagy. S másszor, mint valami útszéli dologról, úgy beszélünk rólad. Ó, hazaszeretet, csak hadd emlegetlek. Úgy sem élsz már itt, csak az emlékezetnek. Sivatag időkben a magyar nép szívét elforgatták tőled. Szép vagy, gyönyörű vagy, de mikor nem lehet megélni belőled. Ó, hazaszeretet, pedig hely nem régen, de otthon is voltál ezen a vidéken. Csodákat tettél itt, hogy az egész világ gyönyörködött benne. Ma elmondanunk is, a legjobb embernek meseszámba menne. Petőfi dalában, Kossuth szózatában te lobogtál akkor lelkünk viharában. Szuronyaink hegyén babonás hatalmú fénnyel te ragyogtál. Az eleszett hősök végső mosolygása te voltál. Te voltál. Hát az örök édes anyai szerelmet kivarázslottad át áldott kegyetlennek. Özvegy menyasszonyok elhagyott szívében büszkén kidobogtál. Magyar honszerelem, de nagy csodatévő hatalom is voltál. Ó, ragyogó múltak édes szép emléke. Szállj be ma, s maradj a szívünk közepébe. Tábornokokat a Bitófa alatt temették el. Csernovics Péter a hóhér megvesztegetésével szerezte meg Damjanics és Lánár holttestét, Leiningenét Urbán Gyula. Vécseiét feleségének egyik barátnője szállította el. A többiek teste 1932-ig jeltelen sírban nyugodott. Ekkor a Maros megrongálódott töltéseinek erősítése során kerültek elő a csontok. A kedvezőtlen politikai körülmények miatt az ásatásokat egy időre leállították, csak 1933. szeptemberében fejezték be. Pöltenberg és Török Ignác maradványai az ásatás utolsó napján, 1933. szeptember 15-én kerültek elő. A csontokat előbb az aradi temetőben helyezték el, majd 1956-ban az aradi kultúrpalotába vitték, kivégzés 125. évfordulóján, 1974-ben a vértanúk újonnan emelt emlékoszlopának kriptájában helyezték el őket. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, hozzátapadni örökkön örökre. Búcsú, alig virrat már újra alkonyul, alig jövék, s megint elmégyek el.
Még csak alig, hogy üdvözeltelek, és már búcsúzni, már elválni kell. Isten veled, szép ifjú hitvesem, szívem, szerelmem, lelkem, életem. Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő! Felelős minisztériumot Budán és Pesten! Lázár Vilmos! Évenkénti országgyűlést Pesten! Schneider József! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő! Nemzeti őrsereg! Törött Ignác! Közös teherviselés! Lachner György! Úrbéli viszonyok megszüntetése! Krézics Károly! Esküdszék képviselet egyenlőség alapján! Nagy Sándor József! Nemzeti bank! Gróf Leiningen Westerburg Károly! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélye. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Önkormányzatok és szervezetek képviselőit, valamint a tisztelt jelenlévőket, hogy tiszteletük jeléül helyezzék el emlékkoszorúikat, virágjaikat, mécseseket a kutyak az övében. Thank you.
szebb tornyod él. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harang, ne félj. Add hát kölcsön nyelvet, dörgéssel beszélj. Ősi halottainkra. Köszönöm minden segítőkéznek, aki részt vett az emlékest megszervezésében. Az énekkar tagjainak, a Boncák színpad tagjainak, a szereplést és a felkészülést, vendégeinknek pedig, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Valamint az egyházak lelkészeinek, hogy csatlakoztak a megemlékezéshez, és az alapiskola tanárainak. Egyúttal szeretettel meghívunk mindenkit a katolikus templomban megszervezett ökumenikus istentiszteletre, valamint az emlékkoncertre. Amen.